Egy csodaszép nyári délután Szent Ferenc a szokásos napi sétáját. Csodába nézte a természetet, útközben pedig észrevett egy ember, aki épp a lábát fáradtatta. Egy éppen arra járó jótevő segített a rászoruló, megsajnálva a rászoruló ember, ő segített neki. Ráakadtak egy összedőlt házra, melynek lakója egy öreg ember volt. Megszánva szegényt, segítettek neki visszaépíteni otthonát. Az öreg ember, két zsengerkorú szomszédja, látván ezt a segítőkész társaságot, csatlakozott hozzájuk. Miután sikeresen megépítették a házat, hálát adtak az úrnak, miközben egy ismeretlen személy csatlakozott hozzájuk. Együtt leültek vacsorázni, és befogadtak két éhes hajléktalant. Vacsora után az úrangyala a következő szavakat adta Szent Ferenc szájába. Arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.